Kedves házaslók, tisztelt vendégek! Szeretettel köszöntöm a mennyasszonyt és a vőlegényt házasságkötésük napján. Köszöntöm a tanukat, akik vállalták azt a megtisztelő feladatot, hogy egy életen át bizonyítsák a házasolók mai napon elhangzó kijelentéseit. És szeretettel köszöntöm a kedves hozzátartozókat, barátokat, akik részesei lehetnek ennek az ünnepélyes eseménynek. Kedves Hanna és Gergő! Önök megjelentek előttem, mint a Balatonfenyvesi Anyakönyvi Hivatal anyakönyvvezetője előtt, azzal a szándékkal, hogy egymással házasságot kötnek. Kijelenti-e ön, Ilisics Hanna Lívia, hogy az itt megjelent Molnár Gergővel házasságot kíván kötni? Igen. Köszönöm. Kijelenti-e ön, Molnár Gergő, hogy az itt megjelent Ilisics Hanna Líviával házasságot kíván kötni? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Molnár Ilisics Hanna Lívia és Molnár Gergő a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastárs. Kérem önöket, hogy húzzák egymást jobb kezére a karikagyűrűt, és köszöntsék egymást az első gyűjtésünkkel. Kedves Hanna és Gergő, azt mondják, nincsenek véletlenek. Az életünkben minden okkal történik. Az emberek, akikkel utunk során találkozunk, mind részei annak, hogy megtaláljuk a személyes boldogságunkat. Ennek köszönhetően az emberi élet egyik legszebb állomásához érkeztek. Egy nagyon fontos kérdésben döntöttek, és a pár percet kimondott igennel törvényesen is összekötötték az életüket. Elfogadták egymást mindazokkal az erényekkel és hibákkal, amelyek az egyéniségüket adják. Sokan gondolják úgy, hogy a házasság csak egy darab papír, de valójában sokkal többet jelent. A szerelem és a szeretet a legszebb dolog, ami két embert összetarthat. Problémák, nehézségek mindig vannak és lesznek, de ha ezeket együtt oldják meg, akkor nem csak jelkép lesz a karikagyűrű viselése, hanem valódi szövetség, amelyben képesek lesznek összetartani és kitartani egymás mellett. Popper Péter szerint, ha azt mondom valakinek, hogy szeretlek, nagyon szeretlek, ezt én magam nem tudhatom. A saját érzelmeim megítélésében nem vagyok kompetens, ez csak a másik tudja, hogy igaz vagy nem. Mert ha könnyebb velem az élete, ha szabadabban él, ha jobban el tudja viselni az élet terheit, akkor szeretem. Az ember nem magányra, hanem boldogságra született. Csodálatos érzés tartozni valakihez, akivel meg lehet osztani az élet örömeit és gondjait. Ha megtaláltuk azt az embert, aki mellett nem érezzük magányosnak magunkat, annál állunk meg, mert ő az igazi. Kedves ifjúpár! Most kérem önöket, hogy ezekben a szép percekben gondoljanak hálás szívvel azokra, akiknek részük van abban, hogy önök ma itt boldogok lehetnek. Gondolok itt elsősorban kedves szüleikre, akik mindig azt akarták, hogy gondtalan életük legyen. Bármerre is sodorja önöket az élet, róluk sose feledkezzenek meg.
legyenek hálásak házastársuk szüleinek is, hiszen azt az embert nevelték el, akire ma nyugodt tűzzel rábízták az életüket. Kérem, köszönjék meg egy pár szál virággal a sok áldozatot, lemondást, tiszteletetet, amit eddigi életük során kaptak tőlük, és kérjék, hogy továbbra is legyenek az életük részei, a szeretetükkel is.